A sok távozó mellett úgy tűnik, érkeznek is játékosok a szombathelyi haladáshoz. A közel 2 méter magas támadó, Novák Csanád már meg is egyezett a Vasiakkal, a bal hátvédként bevethető marosvásárhelyi Szilágyi Lóránnak azonban még bizonyítania kell Artner Tamás vezetőedzőnek. A Novák Csanád, ő egy fiatal, tehetséges játékos, ugye ő NB1-es múlttal nem rendelkezik, talán egyszer a pályára lépett. Igazából a tavalyi szezonban nem is nagyon játszott, mert fél évre eltiltották Győrben, mert nem hosszabbított. Hát ő is inkább a jövő embere. A Szilágyi Marosvásárhelyről érkezett, egy rutinosabb játékos. Az U20-as válogatottban is szereplő Novák Csanád a Győri Eto gárdájától érkezett Szombathelyre. A fiatal játékos korosztálya egyik leggólerősebb támadójának számít Magyarországon. Magyarországon egyedülálló, hogy a haladásból csak magyar játékosok látszanak, és a fiatalok is sok játék lehetőséget kapnak. A célom pedig, hogy minél többször pályára lépni a NB1-be, és azokon gólokat szerezni. Predrag Bosnyák és Tóth Péter távozása miatt nincs rutinos játékos a haladásnak a bal hátvéd posztjára. Ezt az űrt tölthetné be a 28 esztendős erdélyi magyar Szilágyi Roland, aki jelenleg még próbajátékon van a szombathelyieknél. Ez lenne a harmadik edzés, meg vagyok elégedve, sok a fiatal, remélem, hogy szerződés lesz a vége. A tervek szerint a héten még több labdarúgó is érkezik próbajátékra a haladáshoz. Erre óriási szükség is van, mert a távozók listája egyre csak bővül. Ebből átmegyünk